Jó estét kívánok! Ellenség vagy barát? Miként alakultak a török-magyar kapcsolatok az évszázadok során? Az M5 História mai adásában ennek járunk utána. Nézzük, mi mindenről lesz szó a következő, nagyjából 50 percben. Hogy fogadják a törökök a Magyarországról érkezőket? Miért ragaszkodnak a magyarokhoz? Miként maradhatott fenn egy török zarándokhely Budán, és hogyan váltak divatossá a keleti egzotikumok? A 150 éves hódoltság hatásai és az oszmán birodalom átértékelése a törökök kiűzése után. Hogyan került több száz török szó a magyar nyelvbe, és honnan lehet ázsiai hatás a népzenében? Egri csillagok, kávé, gőzfürdő, egy magyarnak talán legelőször ezek jutnak az eszébe a törökökről, akik a legmélyebb nyomot mégiscsak a 150 éves hódoltság alatt hagyták Magyarországon. De hogyan látnak ők bennünket? Erre voltunk kíváncsiak. Gyönyörű strandok, keleti bazárok és elsőrangú látványosságok. Törökország a mediterrán tenger horvát és görög partjai után a magyarok harmadik legnépszerűbb nyaralóhelye. Az évente odalátogató 130 ezer magyar fele Antáliát keresi fel, de sokan tesznek körutazásokat is. A személyes találkozók alkalmával megtapasztalhatják, a hagyományosan vendégszerető törökök még szívélyesebbek a magyarokkal. Sokszor a keblükre ölelnek, ez főleg azért Törökországban tapasztalható, tehát mint testvér egy ilyen kifejezéssel szoktak minket illetni. Samu Veronika török nyelvterületre, török vendégekre szakosodott idegenvezető. Még korábban Antáliában és Isztambulban vezetett magyar csoportokat, ma már az onnan érkezőket kalauzolja például Budapesten. Nagyon sokszor emlegetik azt, hogy mi mindannyian Attilának az unokái vagyunk, úgyhogy ez a török-magyar barátság, ez abszolút megvan, és mivel egy közös területről érkeztünk, ezért nem a török időktől indul úgy a közös történelmünk, tehát nem a 150 éves török hódoltság idejétől. Idegenvezetőként is számos alkalommal megtapasztalta, testvérnépként tekintenek a magyarokra. A törökök szerint a két nemzetnek nem csak a történelme közös, de alkatilag és lelkileg is hasonlítunk egymáshoz. A törökök főleg úgy tartják, hogy egy nagy dologban különbözünk egymástól, mégpedig a vallásunkba, ugye, hogy mi keresztények lettünk, és a történelem során a nyugati kultúrába vonódtunk be, és a török jellegzetességeinket pedig így ezáltal egy kicsit elfelejtettük, vagy háttérbe szorítottuk. Mivel nagyon hasonló a két nyelv szerkezete és sok a közös szó, aki beszéli az egyik nyelvet, az könnyen meg tudja tanulni a másikat is. A török televíziós sorozatok népszerűsége pedig még tovább növelte azoknak a magyar fiataloknak a számát, akik a török nyelv tanulásába kezdtek. Szóval a törökök ragaszkodása a magyarokhoz, tehát és a rokon szembe velünk kapcsolatban vitathatatlan, de nézzük, hogy miként érték ezt meg vendégeink. Itt a stúdióban köszöntöm Tasnádi Edit turkológust és Kelemen András politikus publicistát. Ön az Ankarai Egyetemen tanított, érezte ezt a rokon szembet a magyarok iránt? Természetesen éreztem, de az Ankarai Egyetem az nekem már a sokadik törökországi látogatásom volt. Előtte tolmácsként kongresszusokon többször megfordultam. És mikor Ankara Egyetemre kikerültem, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mennyire fog a helyzetem változni. Tudnék, addig mindig azt éreztem, hogy a világon a legjobb dolog török országban magyarnak lenni, mert eleve egy vendégszerető nép, a magyarokat külön szeretik, és ha még az ember törökül is tud, akkor már ő a világ közepe. Mi az, ami politikusként is megfogta Törökországban? Ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években nem nagyon volt kapcsolatunk Törökországgal. NATO tag volt, stb. De azért 90 után más volt a helyzet. Önök például ezen dolgoztak, hogy legyenek kapcsolataink. Igen, dolgoztunk rajta. Hát a 60-70-es években kifejezetten borzasztóak voltak a viszonyok ilyen szempontból. Ugye Törökország volt a NATO láncsahegye a Szovjetunió felé, és így ellentétes táborba kerültünk, holott mi is szerettünk volna azért nyugathoz tartozni, és,
és amikor az ember szóba állt egy törökkel, akkor először a töröknek is le kellett essen a tantusz, hogy ez most a hivatalos Magyarországot képviseli az ember, vagy pedig valami mást. Úgyhogy általában mi is a türk-magyar kardes, ezzel kezdtük a kardes szóval, ami, jó, hogy testvér, ami testvért jelent, méghozzá egy nagyon szép szó, ez is mindjárt érdemes, egy szó, ahogy a magyarban milyen szép kifejezés az, hogy test, egy vér, épp ugye a törökben pedig hastársakat jelent, tehát akik egy hasban volt, jöttek erre a világra. Önnek ez a rokonszenve a törökök iránt, mert hogy van, ez a szavaiból is kitetszik, ez miért van? Egyrészt vannak családi hagyományok, édesapám kalotategi, és kalotategen azért úgy tudják, hogy tatár eredetűek, ami azért hétköznapi nyelve, ugye ezt a Mohi pusztával szokták kapcsolatba hozni, ennek semmi köze nincs. Azt jelenti, hogy olyan törökségi ághoz tartozó török népek betelepedéséről van szó, amelyek nem az oszmán törökök, hanem a rokonaik. Ön részt vett a török-magyar szótár megalkotásában. Ez a szótár, ez, hogy mondjam, nem volt előtte, vagy újat kellett készíteni azért, mert nem volt megfelelő? Sajnos nem volt előtte, illetve volt, csak sokkal kisebbek. Ahhoz képest, amilyen helyet foglal el a turkológia, a török nyelv, a magyar tudományban és a magyar népnek a történetében. Ön fordított török verseket, török meséket, irodalmi alkotásokat is magyarra. Hogy ezeknek a segítségével közelebb jutott-e a török népléleknek a megértéséhez? És ha igen, akkor mit értett meg belőle? Talán azt értem belőle, hogy ugyanazok az emberek, mint mi, hasonló érzésekkel, hasonló gondolkodással. Ez természetesen elsősorban a népmesékben mutatkozik meg. Nagyon boldog vagyok azért, hogy megjelenhetett a 98 török népmeséje, amelyet még Pulnos Ignác gyűjtött. És ez több mint 100 éven keresztül transzkripciós leírásban szinte rejtőzött. Holott ez egy óriási nagy anyag, autentikus, a legkorábbi, ennél korábbiak a törököknél sem jelentek meg, és egy rendkívül gazdag világ tárul föl benne előttünk. Van olyan mese, amelyikben a Sehzádé, vagyis a padisahnak a fia, szót kicserélnénk arra, hogy a királyfi, akkor a mese egy az egyben megfelel a magyar népmesének. Igen, hát éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon felkeltett az érdeklődés, mert szívesen összevetném magyar népmeséinkkel. Ehhez kapcsolódólag nagyon fontos, hogy az írott hagyományban, annak idején még a antivilágban fogtam hozzá fordításhoz a Dede Korkut legendájára. 12 olyan történet, amely a törökség ősi eseményeit írja le, amely mitológiába és gyakorlatilag a hősénekekre emlékeztető módon, részben prózában, részben versben. Adorján Imre kedves barátommal együtt kezdtük el ezt fordítani, annak idején aztán később ő fejezte be, amikor én már politikába átsáboltam. A dolog lényege az, hogy olyan anyagot találtunk benne, amelyikre a magyar krónikaírók csak utalnak, mint a csodaszarvas, meg hogy egy néhány szavas latin megjegyzéssel intézték el, mert ugye a csacska énekekkel nem foglalkoztak mélyebben. De itt megvannak. Megélik, mint ezek a kapcsolatok a 90-es években. És aztán most arra oda jutottunk, hogy Magyarország a türk tanácsnak is ugye külső tagja. Ezekben a kapcsolatokban milyen távlatok rejteznek? 13-ban sikerült a török nyelvű parlamenti együttműködés szervezetébe bevonni magyar parlamentet. 14-ben ezt Bakuban szentesítették, 21-ben lett Csolponatában a török tanácsnak a tagja a Magyarország, és itt nyílt az első Európában, sőt egyetlen Európában irodája a török tanácsnak. Ami azért érdekes,
mert a török tanács gyakorlatilag az együttműködő türk nyelvű államoknak az együttműködésének a szerve, és ebbe a magyarok vendégként meg lettek hívva, sőt, most már gyakorlatilag otthont is tudunk nekik adni. És az Európai Unió felé való kapcsolataikban például mi vagyunk a híd. Igen, és hát hídnak lenni ebben az esetben is nagyon jó. Most a török-magyar társaság nyilván ennek az eszköze egyébként, ennek a barátságnak. A célja az, hogy a magyar kultúrát és a török kultúrát egymáshoz közelítsük és hozzásegítsük magyarokat, hogy a török világot jobban megismerjék. Nagy jó munkát kívánok önöknek ehhez. Kedves nézőink, azután, hogy az oszmán seregeket kiűzték Magyarországról, a törökök megítélése fokozatosan átalakult. Az ellenérzést a nyugati embereknek a mesés kelet iránti érdeklődésével összhangban az egzotikum utáni kíváncsiság is felváltotta. A zajos Budapest nyugodt és romantikus szeglete. A főváros egyik legpatinásabb építészeti emléke, egyben a legészakibb, mai napig működő török zarándokhely. Ez a Gülbaba türbéje, azaz a rózsák atyának nyughelye. Gülbaba, ő egy szerzetes volt, akit Budán halt meg, és az ő sírhelye fölé emelték ezt a türbét 1543 és 48 közt. A századforduló időszakában egyre inkább a magyar-török barátságnak egyfajta szimbolikus központjává vált, és ezt is mutatják például azok a tárgyak, melyek az Oszmán Birodalomból érkeztek ide, például egy gyertyatartó vagy egy korántartó ávány, melyet az oszmán udvar küldött ide ajándékul. Az oszmánok kiűzése után a jezsuiták egy ideig keresztény kápolnaként használták az épületet. Később egy magánház része lett. Az 1800-as évek elejétől pedig már újra török zarándokhely. Ne dudorász, szent életi Gülbaba, ne dudorász! A zeneszerző Huszka Jenő egyik legnagyobb sikere volt az 1905-ben bemutatott Gülbaba operett. Ebből Szelecki Zita és Jávor Pál főszereplésével 1940-ben filmváltozat is készült. Ez is azt mutatja, a török témájú történetek igen nagy népszerűségnek örventek. A két ország viszonya ekkorra már teljesen megváltozott. Tulajdonképpen így a 19. század végére a magyar és a török értelmiség közt is egyfajta szimpátia alakult ki, illetve hát az első világháborúban kifejezetten szövetséges volt a két hatalom. A közös gyökereket kezdték el például a magyarok és a törökök kutatni. Itt a turanizmusról lehetne néhány szót mondani. Sokan ugye keleten találták meg ezt a fajta gyökeret, és hát így ugye a magyar és a török tudományosság is ennek a szellemében közös pontokra talált. Vámbéri Ármén, vagy a török népköltészettel foglalkozó Kúnosi Ignác neve mutatja, Magyarország élen járt az oszmán kultúra, illetve a török nyelv kutatásában. De nem csak a tudományos életben, a hétköznapokban is érezhető volt a közeledés, az érdeklődés. A millennium évében Buda déli részén új keleti stílusú, egzotikus szórakozó negyed épült. Nevét a török-magyar barátság jegyében a török fővárosról kapta. Ez volt a Konstantinápoly Budapesten, amely 2 évig működött. Bár nevében Isztambult igyekezett megidézni, de a kutatásaink is azt erősítették meg, hogy kevésbé isztambuli épületeket vettek itt példaként, sokkal inkább a korszakban divatos mintakönyvek alapján építették föl ezt a szórakozónegyedet, de az mindenféleképpen mutatja, hogy milyen érdekes területként tekintettek ekkor a magyarok Isztambulra. Még a Budapesti Múzeum körutat ebben a korban 5. Mehmedről nevezték el. Törökországban máig több út és sugárút magyar tudósok nevét viseli. Olyan magyarokét, akik Törökország modernizálásában vállaltak szerepet, a meteorológia, a mezőgazdaság területén, vagy az új főváros Ankara parkosításában, építésében működtek közre.
Mi most minden esetre kicsit visszatérünk az 1500-as, 1600-as évekbe Varga Szabolcs történésszel, mégpedig azért, hogy megnézzük azt, hogy mekkora pusztítást okozott az oszmán-török időszak Magyarországon, és a törökök okozták-e, vagy pedig az ide-oda vonuló hadseregek? Is-is. Hiszen maga a háború az egy olyan természet, ami rombol, függetlenül attól, hogy mit visel a katona, milyen mente van rajta, vagy milyen valláshoz tartozik. A katona ember értelemszerűen a békés világ ellen van, de itt a 16-17. Században, ami a mélypontja, azt mondhatom, az oszmán-magyar kapcsolatoknak, hiszen előtte is, ha nem is az oszmánokhoz, de a törökökhöz van egy jóval békésebb jellegű hozzáállásunk, és hát látni fogjuk, hogy a 18-19-20. Században szintén lesz egy sokkal pozitívabb attitűd. Itt a 16-17. Század, ezt nem lehet nagyon máshogy jellemezni, ez egy háborús, ellenséges időszak, ami rendkívül sok pusztulással járt a magyarok számára. A gyerekadó az nálunk nem volt? Vagy nem, volt? Nálunk nem volt. Igazából nagyon figyelt arra az oszmán kormányzat, hogy ne üzze el a helyi lakosságot, hiszen ha elmennek, ki fog adózni. Ezért nagyon arra törekedett, hogy a meglevő kereteket töltse meg saját tartalommal, mire gondolok, megnézték, hogy hogyan adózott a magyar állampolgár, vagy a magyar királyság lakója az 1510-20-as években, és egy az egyben azt az adórendszert vették át, sőt még egy icipicit könnyítettek is rajta. De ugye nem úgy van, hogy az iszlám hitűeknek nem kell adót fizetniük, a keresztényeknek igen, és ez a vallási türelemnek az egyik alapja lehet, mert akkor adófizető kell, akkor maradjál keresztény, meg adót fizetsz? Ez így van, vagy nem így? Egy picit kettős a valláshoz való hozzáállás, hiszen vallási türelemről azért nem nagyon beszélhetünk az oszmán birodalomban, a kereszténység iránti érdektelenségről igen, azonban ha a keresztény megpróbált téríteni a muszlimok között, akkor hát az azonnali halálbüntetéssel járt, tehát hogy van egy izolációja a kereszténységnek, fejőstehénként tekintenek rá, tehát így van, meg is adóztatják, és nem is követelik meg a tömeges áttérés, sőt még az egyéni sem, egyre inkább erről leszoknak, maradjanak keresztények az alávetettek, fizessék a keresztények adóját, és így tudjuk őket megfelelően kontrollálni. Vannak ilyen legendáink, részben talán nem is legendák, a Níluson a sziget, ahol ugye magyarok laktak, vagy a magyar egykori rabszolgáknak, vagy elhurcoltaknak a leszármazottai laknak, és van Magyarköly, talán Anatóli is, ha jól tudom, vagy Törökországban minden esetre. Ezek igazolható a magyar gyökerű falvak? Hát őszintén szólva alapvetően nem igazolhatóak, de az biztos, hogy a 16-17. Században nagyon sok magyar etnikum az, amelyik töredékesen, de valahogy eljut Kis-Ázsiába, de ez egy régi nomád szokás, ahogy beintegrálják a népcsoportokat, megpróbálják őket szétszabdalni etnikailag, hogy aztán feloldódjanak egy sok nemzetiségű birodalomban, úgyhogy biztosan vannak magyar közösségek, akik azért a magyarságukat a 20. századra többé-kevésbé elveszítik, tovább talán Tesszalonikében a Budáról elhurcolt zsidó lakosság az, amelyik még ott számon tartotta, hogy bizony az ő őseik voltak 1526-ban Budán lakosok, akiket Szulajmán rakatott Gályára. Hát azért jó lenne őket is megtalálni, még most így a nemzetegyesítés folyamatában. Kedves nézőink, a történészek visszatérő kérdés, hogy Magyarország török elfoglalása cél volt-e, vagy csupán eszköz a további nyugati hódításokhoz. Az úgynevezett szulejmáni ajánlattal Bárány Attila foglalkozott részletesen. A 19. században Magyarországon elterjedt volt az a nézet, hogy a frissen trónra lépett első Szulejmán szultán adófizetésért és seregének átvonulásáért cserébe békét ígért a magyar királyságnak. Hogy a követ valóban ilyen megbízással érkezett volna Budára? Erről nem maradt fenn bizonyító erejű forrás. Így az európai diplomáciai levelezést, a korabeli dokumentumokat hívta segítségül a szerző Bárány Attila. A 2014-ben megjelent kötet címe a szulejmáni ajánlat Magyarország, a török birodalom és a nyugat 1521-24-ig. Számos lehetőség adott. Szándékos félrevezetés a gyorsabb európai segítség reményében. Egy korabeli megállapodás megerősítése csupán, amely részben már engedélyezett kisebb átvonulást. A kérdés továbbra sem válaszolható meg teljes bizonyossággal. A könyvről írt recenziójában Illik Péter úgy fogalmaz, Bárány Attila szinte bűnügyi regényszerű érdekességgel taglalja a témát.
Most egy könyvet ajánlottunk önöknek, olvassák el mindenképpen, de hát ugye nem tudjuk pontosan, hogy létezett-e ilyen ajánlat. De mi van akkor, hogyha mi átengedjük itt a törököket, vagy szövetséget kötünk velük, megengedhettük volna-e európai státuszunk függvényében? Nem engedhettük meg, és ezt világosan látta a magyar királyi udvar. 1510-es években, amikor felmerül ez a béke, vagy hogyan tovább egyáltalán, abban az a két nagy koncepció verseng egymással, ami aztán 1526-ban a kettős királyválasztásban ki is derül. Próbáljunk meg-e békét kötni, valami módon visszatérni a mátyási politikához, vagy nincs más út, mint az állandó katonai védelem. De 1519-ben például már, amikor II. Lajos fegyverszünetet köt még Szelimmel, Szulejmán apjával, akkor például a horvát rendek felháborodva veszik tudomásul, föl akarják mondani az engedelmességet, és azt mondják, a háborús békeévek nekik nem jók, hiszen bár papíron béke van, de folyamatos a pusztulás, ami nekük a végüket jelenti, úgyhogy a királyi udvarnak nincs más lehetősége, bele kell állni ebbe a háborúba, csak ebbe egyszer tud beleállni, kétszer vagy háromszor mozgósítani, arra már nem marad erő. Átértékelődik-e az oszmán birodalomnak a szerepe? Másképp nézünk erre a Habsburg birodalomból. Habsburg birodalomban vagyunk 1526-tól, egészen ugye 1918-ig, és ez a végig követi, hiszen az oszmánokkal pedig Nagy Lajos királytól II. Józsefig folyamatosan többé-kevésbé vagy béke, vagy háború, de valamilyen viszonyban vagyunk, hiszen a határaink közösek. De ahogy a mai műsor címe is mutatja, barát vagy ellenség, itt ellenség vagy szövetséges. Ez az, ami a 16-17. Században is kérdés az erdélyi fejedelemség miatt, hiszen valamiféle vazallusi szövetségesi viszony az, ami már a Rákóczi szabadságharc előtt is jellemzi a fejedelemség és a porta kapcsolatát, és erre tud építeni Rákóczi Ferenc akkor, amikor 1717-ben elfogadja a felkérést az oszmán birodalomból, hogy oszmán segítséggel próbálja meg visszaszerezni az ő fejedelmi székét, és próbáljon meg újra a Rákóczi szabadságharcot felmelegíteni, és ugrik bele Rákóczi Ferenc, de ehhez kellenek ezek az alapok. És onnantól kezdve, igen, lesz egy váltás, de ez a váltás valójában 1849-től lesz markáns, amikor az Aradi 13, a világosi fegyverletétel, Habsburgoknak a katonai megtorlása, az fogja átlökni a magyar közgondolkodást abba, hogy jobb az oszmánokkal, akik pont befogadják Kossuthot és a magyar emigráció első csapatait, és lesz majd egy utólagos múltátértékelés, és lesz a török korban is az oszmán oldal pozitívabb színekkel megfestve a Habsburgok rovására. Hát igen, lehet, hogy Török Bálinttal le kellett volna ülni erről egy kicsit beszélgetni, ezt megtehettük volna a történelemben. Köszönöm szépen, de maradjon még. A szultáni szolgálatot vagy a szultáni védelmet sok magyar választotta a történelem évszázadai alatt. A legfontosabb személyeket vettük most sorba. Erdélyi macar Orbán ágyújöntőmester volt, aki a Székelyföldről került Bizáncba, majd szultáni szolgálatba. A törökök csak óriás ágyúi segítségével tudták bevenni Konstantinápolyt. Ő felrobbanó ágyúja mellett halt meg 1453-ban. Törökországban a mai napig tisztelik az ugyancsak székely származású Ábrahám, azaz Ibrahim Müteferrikát is, aki az arab betűs oszmán török nyelvű könyvnyomtatás megalapítója. Isztambuli nyomdájából 1729-től kezdődően 17 mű került ki. Az egyik legismertebb törökországi emigráns Tököl Imre. Sikertelen felkelése után 1699-től 6 éven át haláláig élt törökországi számüzetésben. Feleségével, Zrínyi Ilonával együtt Izmitben hunyt el. A szabadságharcot elvesztő erdélyi fejedelem Rákóczi Ferenc a szultán meghívására érkezett Törökországba, ahol 1717-től 18 éven át tartózkodott kíséretével, többek között Mikes Kelemennel. Kossuth Lajos 1849 és 51 között lelt menedékre Törökországban, amelyet nem volt hajlandó kiadni az osztrákoknak. A leghosszabb időt Kütahiában töltötte.
Széchenyi István kisebbik fia Széchenyi Ödön Isztambulban hunyt el. Budapesten alapított tűzoltósága annyira sikeres volt, hogy a szultán őt kérte fel hasonló szervezet felállítására az Oszmán Birodalomban. Széchenyi Ödön volt az első pasa, aki megőrizhette keresztény hitét. Na hát ez szépen hangzik minden esetre Széchenyi Ödönről. Abszolút. Na most láthattuk ebben a folyamatban is azért, hogy először ugye háborús kapcsolatokról volt szó, menekülők mentek oda, aztán utána már gazdaságról, politikáról van szó, tehát ezek a kapcsolatok, ezek békésebbek, és valahogy a jövő felé mutatnak inkább. Lehet ezt mondani, hiszen a 19. századtól kezdve, hogy 1789 az utolsó konfliktusunk, amikor Nándorfehérvár ostroma az második József idején van, tehát a 19. században szélcsend van a mi viszonyunkban, és tény és való, hogy ebből kifolyólag azért van egy kelet iránti vágy a magyar elitben, a magyar nemesség, a magyar értelmiség keresi a gyökereit, nem véletlen elég csak Körösi Csoma Sándorra gondolni, aki szintén pont ezekben az években, az 1840-es években indul el kelet felé. Békés kapcsolatok, kulturális kapcsolatok azok, amik jellemzik a két népnek a kapcsolatát, és ebben egymás gazdagító, nem véletlen Széchenyi Ödön, aki a Konstantinápolyban, az akkori Isztambulban tényleg megteremti a török tűzoltóságot. Igen, és elkezdenek érdeklődni a tudósaink is, ugye Vámbéri és a többiek, akik szintén keletre mennek, és egyre több fény vetül arra, hogy esetleg valamilyen régmúltbeli török kapcsolataink lehettek. Ugye ez is tulajdonképpen már a szabadságharc utáni, a kiegyezés utáni időszak. 1849, szerintem egy óriási törés. Tehát akkor először csalódik nagyot a magyar értelmiség, úgy tetszik, a nyugati értékrendben. És keressük a saját gyökereinket valahol keleten, tudományos céllal is, de hát identitáskeresésben is vagyunk. Nem véletlen például a magyar szecesszió a keleti elemekkel, és van egy nagyon erős kelet iránti rajongás a 19-20. Század fordulóján a magyar elitben, a magyar értelmiségben, a magyar tudományosságban, úgyhogy ott pont jól találkozik a török-magyar kapcsolatok ezeken a szintereken. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, többek között éppen a már említett Székely ágyúöntő is megjelenik a Fetih című török filmben, amely Konstantinápoly elfoglalását mutatja be. Néhány a témával foglalkozó film következik. A hódítás eredeti címén Fetih 1453 egy éppen 10 éve bemutatott török történelmi dráma. Az akciófilmnek is beillő alkotásban többször is emlegetik a magyarokat, attól tartva, hogy a retteget seregük megérkezik Konstantinápoly felmentésére. A legendás székely ágyúépítő mester is feltűnik a moziban. A szultán a bizánci császár börtönéből menti ki a férfit, aki önként áll az ostromlók szolgálatába. A segítségével lerombolt várfalon jut be a török katonák serege. 1968-ban forgatták a Koppányi Aga testamentuma című filmet Fekete István regénye nyomán. A magyar televízió klasszikusa évtizedek óta a nézők kedvence. Az apja meggyilkolásáért áll bosszút Babocsai László. Ám a legyőzött török ráhagyja vagyonát és lányát. Zsuzsanna és László sok küzdelem után és a kincs elvesztése ellenére egymásra talál. Zsuzsanna apja ugyan török, de édesanyja magyar, derül ki a kalandos történetből. A Magyarországon is sikeres Szulajmán után újabb sorozat érkezik Törökországból. Hayreddin Barbarossa hírhedt földközi tengeri kalóz történetét 6 epizódban dolgozták fel. A tenger északiből később az Oszmán Birodalom főadmirálisa lett, eredetileg görögországi keresztény anya gyermeke volt. A legtöbb epizódot Isztambulban forgatták, de sok jelenet készült Algériában is, így egy egészen látványos alkotásra lehet számítani. Mi pedig most Szulejmánnal folytatjuk, aki történetesen Magyarországon hunyt el, de előtte nézzük, hogy mi lesz még a mai adásban. Több száz török szót használ a magyar nyelv. Milyen mély a kapcsolódás? Népzenei rokonság. Bartók Béla nyomán újabb és újabb gyűjtések vizsgálják a keleti hatást. Százesztendős a diplomáciai kapcsolat. 2024-ben kulturális évvel ünnepel a két ország.
ahol egykor véres küzdelmet folytattak egymással várvédő vitézek és az őket ostromló oszmán csapatok, ma emlékhely áll, amelynek neve Magyar-Török Barátságpark. Törökország kezdeményezésére Szulajmán szultán születésének 500. évfordulóján avatták fel Szigetvárot. A 67-es főút mellett Szigetvár határában állít emléket a helyi vár ostromának és Szulajmán szultánnak a Magyar-Török Barátságpark. 1566. augusztusában a 2500 várvédővel szemben 30-40-szeres túlerővel vonult fel Szulajmán, aki ekkor már 72 éves és nagyon beteg volt. A vár bevételét szeptember elején már nem is érhette meg. Szigetvár elestével az egész vidék oszmán-török kézre került. Ez egy olyan érdekes helyszín, ahol győztes és legyőzött a két ellenség, a két ellenfél most már együtt tekint a kései utókorra, a mai kor látogatóira. Tehát látjuk Szulajmán szultánt, látjuk Zrínyi Miklós bronz szobrát. Kezdetben csak Szulajmán szultán állt itt 1994-ben. Aztán 1997-ben ugyanaz a szobrász, török szobrászművész Metin Jurdan úr elkészítette Zrínyi Miklósnak is a szobrát. Eredetileg azonban nem bronzból volt Zrínyi szobra. 2016-ban az ostrom 450. évfordulójára a török állam elkészítette bronzból. A szobrok mögött áll Szulajmán szultán jelképes sírhelye, de a park különlegessége ez a kút is. A kerámiák mintái és színei a nagy szultán korát idézik. Ez a kút itt a parkban attól érdekes, hogy gyakorlatilag minden porcikája török, minden porcikáját Törökországban készítették, és 1996-ban avatták föl. Azonban nem a mostani park helyén állhatott Szulajmán sátra, hiszen innét a 16. századi hadieszközökkel a lőtávolság 5-600 méter volt, vagyis nem lehetett volna biztonságban a szultán, s ekkor ezen a területen mocsár is volt. A török vezéri sátor az emlékhelytől mintegy 2 kilométerre, a mai Turbéki szülőhegyen állhatott. A törökök számára a park egy kiemelt objektum, ugyanis amíg nem tudták, hogy hol van maga a türbének a helye, addig ez volt az a pont, ami számukra egy stabil pont volt, ahol el tudtak jönni, ahol le tudták róni a kegyeletüket. A törökök mindenképpen szerettek volna egy méltó emlékhelyet állítani legnagyobb szultánjuknak. Ezt az 1970-es és 80-as években egy türbe formájában képzelték el. De az is felvetődött, hogy a szigetvári várban állítanak szobrot Szulajmánnak. A szultán azonban sosem járt a várban, így maradt a jelenlegi helyszín, amelyet a korabeli leírások és rajzok alapján jelöltek ki. Most egy kicsit távolabbra megyünk a múltba, amennyire csak tudunk olyan távolra. Megnézzük a nyelvi és a népzenei kapcsolatainkat a törökséggel. Pomozi Péterrel kezdem el a beszélgetést, nyelvésszel, a Magyar Sekutató Intézettől. Milyen távolra kell mennünk? Hány ezer évre? Belátható ez egy nyelvésznek? Teljességgel nem látható be, azonban 4 réteget jól el lehet különíteni. Az egyik az mindenképpen az ős magyar kor legelejére, szinte az ugorkor végéig vezethet vissza. Ezt lehet a legkevésbé rekonstruálni, hiszen itt csak rekonstrukciókról lehetnek szók, és ez az, amiből leginkább a hód, a hattyú, a nyár, esetleg a szószavunk eredezhet. Ugyanakkor viszont az, amikor már Krisztus születése utáni 5. századtól, tehát körülbelül a 450-es évektől kezdjük ezt a folyamatot nézni a törökségi nyelvek és a magyar nyelv kapcsolatait, akkor azért már egészen más a kép. Először azért azt meg kell nézni, hogy ha itt megmutatnám ezen a gyönyörű glóbuszon, akkor hatalmas területről van szó, tehát az ős magyarság nyilván különböző csuvasos eredetű, de köztörök eredetű török népekkel is kapcsolatba került. Itt meg lehet említeni a közismertebbek közül a
a volgai bolgárokat, a későbbi aldunai bolgárokat, akik korábban pontuszi bolgár néven futnak a históriában, de természetesen a hun-magyar kapcsolatok kérdése is megkerülhetetlen itt. Noha ebben megint az a nagyon érdekes nyelvileg, hogy mivel a hun egy hatalmas birodalom és egy sok nyelvű, sok nemzetiségű birodalom, de magáról a hun nyelvről olyan perdöntő nyelvészeti adatbázisunk nincs, aminek alapján el lehetne határozni, hogy ez a szó egyenesen a hunból került volna a magyarba, ráadásul még az sem biztos egyébként, hogy a hun altáji nyelv volt, bár a nyelvtudomány azért néhány száz éve azon az állásponton van, hogy valószínűleg a hun is altáji volt. De ez csak az első két réteg, és még a másik kettő is nagyon izgalmas. Hát akkor beszéljünk arról is, mert ugye, hogyha megnézzük a honfoglaló vezéreinknek a nevét, ugye a tas, ez ma is érthető a törökök számára, azt jelenti, hogy kő. Az on, az a tíz, az ond, az a tízes talán, tehát egy ragozat. Tehát, és még mondhatnánk a többit, Töhötöm, talán Árpádot is mondhatnánk, és így tovább. Tehát a vezéreink neve török, ezt nyugodtan mondhatjuk, nagy részt legalábbis. Igen, a nagyobb része az mindenképpen török eredetű. Itt talán a nézőknek érdemes megemlíteni azt, hogy a töröknek ebben az értelemben két jelentése van a magyarban. Ugye török, mint oszmán török, de török, mint törökségi, vagy a nyelvészetben, mint altái például. Lehet, hogy jobb lenne, ha türknek neveznénk ezt a régit? Én azt gondolom, hogy a nyelvészetben inkább az altái nyelvcsalád és az altái nyelvek lenne a pontosabbak. Hozzáteszem, abban már a mongol is, tehát a mandzsu-tunguz mongol is beletartozik, de az altái ilyen szempontból szerencsés lenne elkülönítésre, de nincs semmi baj a törökkel sem, csak akkor figyelembe kell venni, hogy ennek két jelentése van. De mindez, amit elmondott, és ezek a régi, régmúlt kapcsolatok a törökség felé, nyelvi kapcsolatok is a törökség felé, megingatják-e, vagy esetleg csak egy kicsit megkérdőjelezik ezt a finnugor nyelv eredetnek a kérdését? Egyiket sem, egyértelműen egyiket sem, hanem hatalmasan árnyalják, amíg az uráli alapszókincse a magyarnak olyan szavakból áll, hogy él, hal, születik, megy, úszik, fut, repül, eszik, iszik, és nagyon sok olyan szóból, ami nyomdafestéket nem tűrő, de nagyon fontos az ember mindennapi életében, meg a faj fenntartás szempontjából. Addig már az ótörök rétegben olyan szavak jönnek, hogy ír, a számigéből a számol, a fegyelmez, akkor az, hogy tűr, a kínból a kínosz, tehát sokkal inkább különböző kulturális hatásokat látunk benne, tehát ezt inkább egy kulturális forradalomnak tekinteném ebben az értelemben. Egyébként hozzáteszem, bár itt a szavakról beszélünk, mert a szavak a művelődés történet és a történelem szempontjából nagyon érdekes lakmuszpapírok, de a legfontosabb éppen az, hogy az uráli és az altái eredet között például típus szempontból szerkezetileg semmiféle ellentmondás nincs, mert az uráli és az altái nyelvek között rengeteg mondattani meg alaktani egyezés van, amik ősi egyezések, és pont ezek folytán vetődött fel nagyon régóta, a világon számos olyan egyetem van, ahol ma is urál-altái tanszékek vannak, tehát vetődött föl, hogy az urál-altái nyelvcsaládnak akár lenne közös eredete is, csak hát az a helyzet, hogy ez túlontúl kevés a nyelvtudománynak az adata, hogy erről érdemben nyilatkozni. Hát tudom. Igen, minden esetre csak úgy laikusként, amikor egy törökkel beszélgetés kiderül, hogy a bej az azt jelenti, hogy úr, és azt úgy ragozza, hogy beim, ez az uram. Ugye, és hát mi is valahogy hasonlóan ragozunk, vagy kardas, kardasim, tehát testvér, testvérem. Szóval nagyon érdekesek ezek, igen. De most nem akarok amatőr nyelvészkedni. Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Én is köszönöm. A két nép kulturális kapcsolatainak talán a leginkább kutatott vizsgált területe a népzené. Ebben pedig nem másnak voltak elévülhetetlen érdemei, mint Bartók Bélának. Szeni Bilirin, de köcsücsükten güzelszín, azaz ismerlek téged egészen kicsikorod óta. Szép vagy. Malható Bartók Béla fonográf felvételén 1936-ból. Bartók utolsó terep munkája során Törökországban gyűjtött népdalokat. Az Ankarai Egyetem magyar-török nyelvi történelmi kapcsolataival foglalkozó előadója Rásonyi László, ő volt ott professzor, ő javasolta, hogy Bartókot hívják meg Törökországba a népzenegyűjtés megszervezésére. Bartók egy hónapot töltött Anatóliában, Isztambulon át Ankaráig utazott, ahol előadásokat és koncerteket is adott.
Az egy hónapos útra egy éven át készült, még a török nyelvet is elsajátította. Akadt azonban segítsége Ahmed Adnan Saygun török zeneszerző személyében, akiben barátra is lehet. Akivel aztán nagyon jó kapcsolatban volt. Egyébként egy nagyon tehetséges és török zenetörténetben, 20. századi zenetörténetében kimagasló jelentőségű zeneszerző lett. Egy európai műveltségű fiatal zeneszerző volt, amikor Bartókkal találkozott. Bartók a későbbiekben is figyelemmel kísérte Saygun pályafutását. 36-ban az ő segítségével végzett népdalgyűjtésbe több nomád törzset is bevontak. A terepmunkához még mindig az Edison féle régi fonográfot tartotta a legpraktikusabbnak. 3149-es. Bartókot gyűjtő útja során a népvándorláskori török-magyar kapcsolatok inspirálták. A két nép dallamvilágának vizsgálatakor meglepő felfedezést is tett. Valóban találta is nyomát annak, hogy ugye a magyar népzenében őiskodá is a pentatóniát és egy bizonyos ereszkedő dallamtípust találta legsajátosabban magyarnak. A pentaton ereszkedő stílus, ez valami különlegesnek tűnt, aminek ázsiai eredete lehet, és ennek is megtalálta nyomait. A Törökországban töltött egy hónap Bartók és az utókor számára egyaránt felbecsülhetetlen értékű volt. Szellemes levelezése is azt mutatja, mekkora élmény volt számára ez az utolsó gyűjtőút. Feleségének szóló levelében így írt. Édes Dittám, ma ettem először életemben cukornádat, mert itt ilyen is van. Láttam virágzó banánfát, az is van, és sok mindenféle furcsa növényt. A népdal eredmény sajnos ma jóval alacsonyabb a növényi eredményeknél. Bartók törökországi gyűjtését több kötetben törökül, angolul és magyarul is kiadták. Most már csak az a kérdés, hogy mindez kiállta az időpróbáját. Sipos János névzenekutató van itt velem. Be lehetett igazolni ezt, hogy Bartóknak igaza volt, a magyar névzenének komoly török rokonsága van? Török alatt, hogyha most az anatóliai törököt értjük. Hát értjük az összeset egészen az újgurokig. Összeset értjük akkor, mint ahogy már szó volt, ez egy hatalmas nagy övezet Kínától egész a Balkánig. És nagyon fontos látni, hogy belső Mongólia, Mongólia is benne van ebben az övezetben. Nem sorolom az összes török népet el, jó pár van, kaukázusi is van. Egyet viszont... Karacsály, Balkán, Karacsály, ugye ezek is hát azok. Igen, a szibériai törökség, fönn a jakutok, az teljesen más zene. Uh-huh. És az alsó, tehát a déli törökségnek megint másfajta zenéje van. Kis ambitusi, néhány hangon mozgó, nagyon egyszerű dallamok zömében. És ezzel ellentétes az, amit Bartók már ismert akkor, amikor Törökországba kiment, és ilyen dallamokat keresett. Ezek a négy soros, strófikus, föntről ereszkedő, lehetőleg pentaton, sőt pentaton dallamok, ezzel a szándékon ment, hogy ki, hogy ezt keres. Egyébként ő is finnugor, ha lesz rá idő, egy-két szót szóljunk erről, hogy finnugor népek felé kerestük, keresték a őseink, már eleink, pontosabban a nagy zenekutatók, zárójelben Bartók, Kodály, Szabolcsi, Vikár, hát Dobszai, tehát olyan nevek, hogy a legtöbb népzene kutatóval rendelkező ország boldog lenne, ha egy ilyen lenne. Hát igen, nekünk meg itt sorakoznak. Hát, de sorakoztak és sorakoznak, mert önök folytatják egyébként a munkát, csak úgy megjegyzem. Igen, igen, igen. Tehát finnugoroknál kezdték, és az anyag mindenkit a törökség felé tolt a zenében. Tehát a tapasztalat vitte őket a törökség így van, felé. Így van. Tudnék, az elméleti kutatások mellett mindig folyt egy gyakorlati terepmunka is, és ez rendkívül fontos a népzenekutatásnál is. Na most hogy fejezzem be, tehát belső Mongólia, Mongólia, utána egy picit a dél-szibériai törökségből egy-két nép, utána Kazakisztán felső része, és hopp, ott vagyunk a Volga-Kámba vidékén, a csuvasok, tatárok, baskírok. Ez tulajdonképpen a törökség felső északi része. Bartók ilyen, és hogyha elindulunk az egyik oldalról, tulajdonképpen bárhol találunk magyar dallamokhoz hasonló dallamokat. Az alsó részen pedig teljesen más, ott nem, és pentaton ereszkedő négy soros dolog. Ez a hatalmasság. Mongolok
és török. Igen, most a Bartókról beszélünk, igen, de hát azért az ön útjairól is beszélünk el, mert járt kint mindezeken a helyeken és kutatott. Igen. Tehát beigazolódtak ezek az elméletek az utak során is. Igen, de még annyit mégiscsak vissza kéne térni Bartókra, hogy ő kiment ezzel a vízióval, hogy ilyet fog Törökországba találni. Nagyon pici gyűjtés volt, 103 dallam, abban 87-et talált közlése méltónak, és ennek a legelső osztálya, persze osztályosztálya, a legelső osztálya arra mondta, hogy ezek a 80-tagos dallamok teljesen olyanok, mint a magyar régi stílusú 80-tagos dallamok, nem hasonlítanak, ugyanazok, egy-két apró két eltérése. És utána ő valóban, ahogy Vikáris László is mondta, ezt a pentatoniát is felfedezi, látta, óhajtotta, inkább kívánta ezt, nem pentaton. Tehát van fönt ez a törökségi északi sáv teljesen pentaton, és van olyan Törökország, ahol szintén ilyen strófikus dallamok is vannak, amik hasonlítanak is szerkezetükben a magyarokhoz tényleg, de nem pentatonok. Egy kicsit más. Ebből együtt Bartók, tehát tulajdonképpen, hát az ebben nem szívesen kritizálja Bartókat, mert ő egy óriás. Hát az alfa és omega, mint nagyon sok. Jó, de hát egy óriásnak is lehet egy kis tüske a cipője, vagy a talpában. Lehet. Tehát tulajdonképpen, amit meglátott, az jó. Nagyon pici volt az anyag, és egy kicsit talán befolyásolt ez a pentaton réteg, amit ő keresett is. Ja, ez egy hagyományőrző vidék azért a törökség. Igen. Elég őrzik a hagyományaikat. Lehet náluk gyűjteni. Nálunk már fel van gyűjtve, ugye, ami volt. Ott még lehet gyűjteni ma is ilyen dallamokat? Igen. Tehát van jövője ennek. Hát nagyon érdekes. Én 87-ben kezdtem el gyűjteni, akkor még nagyon lehetett. Körülbelül Erdélyel vonhatnám párhuzamba. Az a melegség, az a fogadtatás, az annyira jól esett. Tehát így fogadták önt is, a törökök? Így fogadtak törökök is. Törökök ugyanis, hát ott több réteg van, aki elmegy Isztambulba, a bazárba, hát a kicsi magyar, ott van egy ilyen biznisz réteg. Igen, igen. És van a falu, akik azért érzékelik ezt a rokonságot, de nem ebből a lelkes hévvel, hanem ott följön, tehát megvan, de nem borulnak az ember nyakába, hogy magyar testvérem, ugye Mácsát kérdésém, de mikor tényleg magyarokon eszükbe tanulják az iskolában is, ez nagyon fontos, és hát amit Csasnádi Edit is mondott, ha az ember megszólal törökül, az nagyon fontos, akkor minden határ. Na, köszönöm a beszélgetést, akkor Güle, ugye így ez a viszontlátásra, ugye? Jó, lehet így beszélni. Magyarországon 2012-ben nyílt meg a Török Kulturális Központ, felkerestük az intézet vezetőjét, akit a közelgő török-magyar kulturális évről kérdeztünk. Törökország és Magyarország közös kulturális évet hirdetett 2024-re. Így kívánják megünnepelni a modern kori diplomáciai kapcsolat elindulásának centenáriumát. A török köztársaság kikiáltása után éppen a magyarokkal írt alá először barátság és együttműködési egyezményt. Ez lépett életbe 1924-ben, amikor a két ország kölcsönösen megnyitotta nagykövetségét. Az ünnepi eseménysorozatba a Budapesti Török Kulturális Központ is bekapcsolódik. Törökország ebből az alkalomból tovább szeretné mélyíteni Magyarországhoz fűződő kétoldalú kapcsolatait, és kihangsúlyozni a két nép kölcsönös testvéri kötődéseit, akadémiai, tudományos, kereskedelmi és kulturális szinten is. A közös történelemre és a közös kulturális örökségre építő koncertek, kiállítások, filmvetítések és hagyományápoló kézműves foglalkozások szervezését tervezzük. A világjárvány után újjáéledő turizmus várhatóan éppen 2024-re indul be, amikor már 160 ezer magyar törökországi látogatására számítanak az idegenforgalmi szakemberek. A kulturális év keretében azt szeretnék, ha minél többen keresnék fel a Rákóczi, a Tököli és Kossuth emlékházakat is, amelyek felújítva várják az érteklődőket.
Kütahiában, Rodostóban és Kocseliben is vannak olyan nevezetességek, amelyek a magyar történelem nyomait hordozzák, és így érdemesek a magyar közönség figyelmére. Kulturális intézetként elsődleges feladatunk, hogy a török kultúrát bemutassuk a magyarországi közönségnek. Azonban ezekkel a törökországi magyar múzeumokkal is együttműködünk. A történelmet a helyszínen tanulom koncepció jegyében. A magyar fiatalok számára szeretnénk lehetővé tenni, hogy ezeket az emlékhelyeket felkeresve formálhassák a saját történelmi tudatukat. Egyúttal a kevésbé ismert nevezetességekre, a közös múlt egy-egy elhalványuló epizódjára is emlékezni lehet az évforduló alkalmából. Az oroszok elleni harcainkban sok magyar küzdött mellettünk. Karsz városában az ő emlékükre nyílt új múzeum. Meg kell említeni a török köztársaság korai időszakát is, amikor Mustafa Kemal Atatürk több magyar akadémikust látott vendégül Törökországban. Ezek a tudósok nagy szerepet vállaltak a mai török ABC megalkotásában is. Az akkor létrejövő főváros, Ankara építészeti arculatának, épületeinek kialakításában pedig szintén közreműködtek magyar építészek. Az isztambuli magyar kulturális központ a magyar származású, Törökországban befutott építész Hadi Sándor örökségét bemutató nagyszabású kiállítása már idén látható lesz. Mai adásunk végére értünk, az M5 História jövő héten a lovakkorba vezeti önöket. A műsor főhősei tehát a lovagok lesznek. A lovagok a középkorban lovas harcosok voltak. A lónak és a páncélnak az értéke viszont egy igencsak tetemes összeg volt. Az a ma ismert lovagi eszmény, amit mindenki úgy gondol, hogy már a középkorban is nagyon fontos volt, ez csak az érett középkor, a 14. század derekára alakul ki. Szent László mellett azt hiszem, hogy Nagy Lajos volt az, amit a magyar középkori történetben egyértelműen lovak királynak tartottak. Kedves nézőink, önök az M5 Históriát látták. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is, és műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon, és természetesen a YouTube-on is. Viszontlátásra!